Tele József 3 hónappal ezelőtt szabadult legutóbbi börtönbüntetéséből, ahova különböző csalások miatt került még 2011-ben. A juhászból lett egykori milliárdosnak, nagyon megromlott az egészségi állapota a rácsök mögött, szerinte meghalni küldték haza. Ő azonban tele van tervekkel, és többek között az akasztói stadionért is folytatja a harcát. Láthatóan vidáman fogad minket Akaszton Stadler József, akinek egyébként saját elmondása szerint nem nagyon van oka a mosolygásra. Nem is voltam magamnál 2 évig szinte. A csalások miatti börtönbüntetésének 4 év 10 hónapja alatt a legsúlyosabb betegségek támadták meg. Kapott 2 agyvérzést, hasnyálmirigy daganatot is találtak nála, és a szíve is rendetlenkedett. Nagyon megviselte a börtönélet. Nem bírtam feldolgozni ezt a bent lévő időszakot is, megmondom őszintén. Az én lelkiismeretem tiszta, a bitófára föl lehetne húzni, hogyha én 1 forintot is elloptam, vagy megkárosítottam a magyar államot. Nem az a típusú voltam. Ez év február 6-ai szabadulása óta folyamatosan próbálja összeszedni magát, de saját bevallása szerint a lelkisebek is nehezen gyógyulnak. Volt a barátnőm is, aki ugye soha nem szakítottam volna vele minden, az is köszönhető a börtönnek. Olyan palival nem szívesen vannak a hölgyek se, aki börtönjáró, az úgy néz ki, mint hogyha valami milyen nagy bűnöző volnék, pedig ez egy nagy tévedés, úgyhogy. Stadionban mikor járt utoljára? Belülről? Belülről? Hát mielőtt bementem a börtönbe 2011 decemberébe, még utolsó nap is rendezkedtem ott. 1995-ben a Stadler Parmalat futballmeccsel adták át az ország akkori legmodernebb stadionját, amelynek nézőrekordját rögtön az első szezon utolsó meccse hozta el. 1995. június 24-én már a bajnok és kupagyőztes Ferencváros elleni meccsre 22 ezeren voltak kíváncsiak. És most Stadler úr egykori fénykorának helyszínén velünk nosztalgiázik. Hát ez mindig rendben volt tartva. Európában a Pullur mondta, hogy a 3 legjobb stadion közé tartozott, amikor volt a füvem. 1999-ben egy több cégből álló követelés és ingatlan kezeléssel, felszámolással foglalkozó pénzügyi vállalkozás megvette egy kereskedelmi banktól a Stadler Kft. 700 millió forintos tartozását. Az időközben először börtönbe jutott Stadler József vállalkozása nem fizetett, felszámolás indult ellene, és mivel a Kft.-jének más pénzétehető értéke nem volt, a felszámoló biztos a Bács Holdingra engedményezte a stadiont. Vagyis 2005. december 16-án a cégé lett az akkor már elhagyott pálya. Stadler József saját bevallása szerint bizonyítani tudja, hogy még mindig az övé a stadion. Igazság szerint minden zokszó nélkül belül kéne lennem. A végrehajtó úr is birtokba adta, mert már előtte is erőködtek, hogy nem engedtek idebe. Addig pedig ritkán kívülről nézi meg a stadiont, de azt sem szívesen. Most azért nem jövök ide, hogy csak nézegessek befele, mert már biztos, hogy kikapáltam volna ezeket a gazakat is, hogy ne ártsanak itt a betonnak. Közben delet ütött az óra, indulni kell vissza az irodába bevenni a déli gyógyszereket, hiszen az az egyik fő feladat a Stadler Józsefnek, hogy a börtönben lerobbant egészségét rendbe hozza, persze amellett, hogy a stadiont visszaszerezze. Remélem, hogy mielőbb ott is találkozhatunk, és birtokon belülre kerülök, csak egyelőre ugye nem tudok kapkodni, de elindítottam a folyamatot ebbe az ügybe is, úgyhogy ne legyen már az enyészeté. Tele van tervekkel, szeretne a stadion mellé egy öregek otthonát építeni, illetve folytatja munkáját a 9 éve alapított Stadler Alapítványban. Célja részt vállalni abban, hogy minél több gyermek szeresse meg a sportot, illetve hogy támogathassa a sérült sportolók rehabilitációját. De először is szeretné, ha pont kerülne a jelenlegi ügye végére, 400 milliós költségvetési csalással vádolják. Nem titok ez. Köztudott, hogy van másik ügy is, csak egyszerűen nem is értem, hogy miért van, mert semmi közöm az egészhez például.
közben pedig futballal kapcsolódik ki. Minden foci meccset megnéz a tévében, mert a börtönben erre nem nagyon volt lehetősége. Nekem nem volt bent tévém, és ott azért tudni kell, hogy úgy működik, akinek a tévéje van bent. És hát az a Pali, az mikor meglátta, hogy sport van, akkor gyorsan átnyomta a másikra azért, hogy ugye egy ilyen jó indulatú legénke volt, hogy ne lássa az ember a sportot, ugye. Szerencsére azért láthatta a börtönben a magyar labdarúgó válogatott Norvégia elleni 2-1-re megnyert Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóját. Azt hál' Istennek láttam bent is, amikor a magyar válogatott bejutott, úgyhogy hát az egy a rossz között is egy nagyon nagy boldogság volt, hogy ott azt meg tudtam nézni, azt nem a benti, nem a zárkában lévő tévén, hanem akkor pont a közös terembe ott sikerült elcsípni. A futball maradt a szenvedélye annak ellenére, hogy megbánta a stadionépítést. Megbántam, meg el kellett volna tenni azt a kis pénzt, és később kellett volna megépíteni. Most biztos nem kerültem volna ilyen helyzetbe, akkor lehet, hogy egy kitüntetett Pali lettem volna. Megelőztem a koromat, hát nem tudok mit mondani, úgyhogy sajnos rosszkó építettem. És ennek ellenére valahogy ugye mégis minden tervét a stadionja hagyja át. Ha én visszakerülök, akkor természetesen itt a falubeliek is, mindenki ingyen és díjmentve jöhet oda sportolni, futni meg, amit akar. Nem azért akarok, hogy remegek az utolsó forinté is, de szeretnék még addig alkotni, amíg bírok, ameddig élek. És hogy addig mivel folytatódik a Stadler Story 6. kötete, azt továbbra is az élet írja majd.